Egész délelőtt pattogott a kosárlabda és zajlottak a sorversenyek. A sportnap résztvevői dr. Nagy Adél, a győri tankerület igazgatója köszöntötte. Mindig szívesen jövök, és ma is ugyanígy tettem. Jó volt megérkezni ide a Bárci iskola udvarára, és jó azt tapasztalni, hogy ezen a szép tavaszi, nyárba hajló napon együtt vagytok, és együtt töltitek ezt a szép délelőttöt, vagy akár délutánt is. Eljött a rendezvényre az Emberség Díjese elnöke, Kertész Tamás nem üres kézzel érkezett. Egy térelválasztó függönnyel szeretnénk segíteni az itteni szakmai munkát. A kapcsolatunk jó pár éve folytatódik. Ugye Göncöl tanár úr aktívan részt vett az iskola és a fogyatékkal élők életében, és halála után én vettem át ezt a szerepkört. Tavaly nyáron az Audi Hungária ZRT jóvoltából egy nagyobb adományhoz juthattunk, és igyekeztünk ezt a megyében, bármegyében dolgozó intézmények tárgyi eszköz beszerzésére fordítani. Így már beszámoltatok ti is arról, hogy Sopronba kosárlabda palánkok kerültek átadásra további három intézményünkbe, megye intézménybe, és most pedig itt egy ilyen térelválasztó függönyt tudunk átadni. A térelválasztó függönyt Kertész Tamás és Nagy László közösen próbálták ki, így jobb lett a tornaterem kihasználtsága. Dupla öröm ez nekünk, az Emberség DS-ével már több éves kapcsolatunk van, és a tavaszi sor és váltó versenyt rendezzük meg közösen ismét, és ennek keretében sor kerül egy adományozásra. A tornatermünkbe készült egy térelválasztó függöny, így kedvezőbben tudjuk kihasználni a teret, több csoport is tud egyszerre tornászni. Ezt oldottuk meg így közösen. Az intézményben 170 középsúlyos, illetve súlyos és halmozottan sérült fiatalkorú fejlesztését, gondozását látják el. A rendezvényen négy iskola diákjai mérték össze tudásukat sor- és váltóversenyben.